De jó, megpróbálom 15. Jó, ezt megpróbálom, kirakom az órát, és megpróbálom 15 perc alatt befejezni. A jelenlegi küzdelemben a fő rivális az a Kína, ahol nem pénzkapitalizmus van, hanem termelőkapitalizmus. Na most a termelőkapitalizmus az a civilizációs értékeket hordozza, amelynek Kína esetében 10 000 éves hadománya van. Mert Kínának 6 000 éve van írott történelme, de szóbeli hagyományon alapuló történelme is van 4 000 év. És meg lehetett figyelni, hogy 2000 évenként változtak a civilizációk. A különbség az volt köztük, hogy volt, amelyikben az erőszak dominált, és úgy volt szilárd kormányzat tartós, és volt másik, amelyikben nem az erőszak, hanem az, hogy az illető mit tesz le az asztalra. És ezek rivalizáltak, ezek a civilizációk. Az egész pontos menetüket el is hozta, maradjunk ebben. De most Kína ott tart, hogy azt mondja, legyen kapitalizmus, de csak az iparban, és az legyen termelőkapitalizmus. De nem lehet spekulálni és bizniszelni az oktatással, az iskolaügyel, nem lehet bizniszelni az egészségügyel, nem lehet bizniszelni a nyugdíjjal, nem lehet bizniszelni a közvetlen infrastruktúrával, hidak, utak, közlekedés, stb. És még azt is megoldották, hogy ne lehessen bizniszelni a lakóingatlanokkal, hogy lásd, Amerika 10 évenként megfuttatják a buborékot, mert ők azt csinálják, hogy ugye minden lakóépület földre épül, telekre. És hogyha aránytalanul megemelkedik a lakóingatlan ára, akkor azt a felárat ráteszik a tulajdonos tulajdonában lévő telekre, és visszaveszik. Na hát ez van Kínában. Külpolitikában ez a one belt, one road, ami azt jelenti, hogy visszaállítjuk a selyemutat. Az a one belt, one road. Na most a selyemutat nem csak úgy kell elképzelni, hogy a tényleges selyemuton mennek. Hát van az ipari kapcsolat, mert a tényleges selyemúton most ugye 400 kilométeres sebességgel száguldó vonatok vannak, akik viaduktokon, alagutokon mennek át. De ma már van tengeri selyemút, és van légi selyemút. És a tengeri selyemút például, az egyik selyemút az Görögországban, hát megvettek egy görög kikötőt. Ez kínai tulajdonban van. Azért, hogy a Balkánon keresztül, hát azért is épül a, például a Belgrád-Budapesti vasútvonal kínai finanszírozással, mert hát ez selyemút majd Budapestnél köt ki, valószínűleg menj majd benne tovább. Hát a földbe taposott németektől most már én semmi jót nem várok, amíg ott a rendszer nem változik meg. Na most, tehát ez a kapitalizmus sokkal erősebb és sokkal igazságosabb, mert sokkal jobb egyensúlyt
teremt a közérdek és a magánérdek között. Mert amit Amerika tud mutatni, az micsoda? Először is Amerika Federal Reserve révén kizárólag fedezetlen dollárral rendelkezik. 100%-osan fedezetlen, tehát értéktelen jeleket használ pénzként. Tehát az általa használt jelek értéktelenek. De igen ám, de ezt a jeleket, ha ő mint hitelt szétossza, mondjuk a kollektív nyugat országaiba, akkor az ott működő vállalatok ezzel a jellel bonyolítják a gazdaság életüket, profitot termelnek, és hát ezekért a hitelekért ugye kamatot kell fizetni, meg eleve a hiteleket vissza kell fizetni. Tehát ömlik be a pénz, bár a fedezett pénz, áru és egyéb értékek formájában, abba az Egyesült Államokba, ami nulla értéket ad. Na most, amikor ez a rend, ebből a rendszerből, ebből a egyértelmű, mert parazitává tették az amerikán belüli rendszert is, mert nem csak offshoroltak mindent, amit lehet, van, amit nem lehet, mondjuk a kibernetikát nem offshorolták, akkor nem offshorolták a fegyvergyártást, atombomba gyártást nem offshorolták. És nem offshorolták a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági főgereket nem lehetett kivinni Kínába, vagy stb. Tehát az ott maradt, de kidolgozták, hogy a fehérje többsége majd bogár legyen. Na most, tehát ez a rendszer egyértelműen egy parazita rendszer. Ezzel szemben Kína az először is a saját, tehát a kínai gazdaság nem a dollárral működik. Ezt nem engedte meg Kína. Nem engedte meg a kínai vállalatoknak, hogy dollárhitelt vegyenek föl. Nem lehetett felvenni. Csak yuannal, vagy ugye renminbivel működhettek. Igen ám, de ezek a vállalatok nagyon hatékonyan tudnak termelni, és ha mégis egymás között eladósodnak, tehát például, mert azért a yuan hitellel is el lehet úgy adósodni, hogy már nem tudok fizetni, akkor sincs nagy baj, mert ugye ezek állami vállalatok, és akkor az állam nagy kegyesen elengedi saját magának a saját adósságát. És nincs probléma. Sőt, hogyha nagyon fontos az a vállalat, de már pénzügyileg nincs meg az egyensúlya, akkor az állam ad rá pénzt, amit nem kell visszafizetni. Szóval így működik a kínai rendszer. Kifelé pedig van belt, van road, ugye, hogy megyünk és építünk kikötőt, az a tiéd, de mi is használjuk. Építünk neked vasutat, az a tiéd, de mi is használjuk. Szóval így. Ez a kínai rendszer. Na most, de Kínának van 2,5 trillió dollárja. Na most, ez a trilliót angolul mondtam, tehát 1 trillió 1000 milliárdot jelent. Vagyis van 2500 milliárd dollárja van Kínának. Na most, ez azért fontos, hogy neki ez a pénz van, mert ugyanis Kína bármikor az amerikai pénzrendszerre épült gazdasági rendszert bármikor
összeomlaszthatná ezzel a pénzzel. De nem teszi, mert nem érdeke neki. Neki az az érdeke, hogy mert ez a dollár azért Afrikában befektethető, meg Latin Amerikában befektethető, de még Indiában is befektethető, meg Európában is befektethető. Tehát külföldi célra még jelent értéket. De az dollárnak az értékét azt tartja fenn, hogyha valaki a dollár rendszerből, ebből a parazita rendszerből ki akar lépni, akkor ott van a világ legerősebb hadserege, és nem egyszer megmutatta, hogy na, álljon meg a menet. Hát hány háborút is csinált a NATO, ami nem más, mint az amerikai hadseregnek a meghosszabbított része. Hány háborút csinált? És miért? Hát hiszen tényleg volt tömegpusztító fegyvere Iraknak? De nézzük meg, hogy hány háborút csinált. Hát Irak az egyik. Meg hát azért csinált ő egy irák-iráni háborút is. Azt is ő hozta létre és finanszírozta. De hát ott volt Afganisztán, Líbia, Eritrea, Szomália, és így tovább. Meg Vietnám is volt. És hát azért, amikor a koreai háború volt, ott is ott volt. Na, szóval a NATO, amióta létezik, a világ legkártékonyabb és a leghazugabb intézménye, na ezért még miért szeressenek engem, ha ilyeneket mondom. Hát azért mondom ezt, mert ez így igaz. Hazudhatnék. De mondjon nekem valaki valami jót, amit a NATO csinált. Hát a NATO teljesen ok nélkül indított háborokat, ami a szomszédunkban történt, ahol ráadásul Jugoszlávia magyar lakta területei lettek szétbombázva. Ezt is a NATO csinálta. Tehát itt arról van szó, hogy ez az államok feletti rendszer, most még 10 percen van, most már nézem az órát. Hát megpróbálom rövidre fogni. Hát meg. Azért szoktak engem órákig hallgatni, mert menet közben jön meg az éppvágy. Mert rájönnek arra, hogy azért az is fontos, az a részlet is, meg amaz is. Na most, ha meg az ember ezeket elmondja, akkor múlik az idő. Na, menjünk tovább. Igen, így van, azért. Pontosan. Jó, azért is. Jó. Tehát egy olyan világrendszer van, ahol ez a két civilizáció ütközik, és egyértelmű, hogy a világ népeinek a többsége az a kelethez tartozik. Mert ugyanis India vacillált, de aztán lecsatlakozott. Az már Kínával együtt az 2800 millió ember. És akkor azért ott van Oroszország, a világ legalább akkora nukleáris fegyver készletével, mint amivel Amerika rendelkezik. Jó, hogy Amerikának óriási hadi tengerészete van, rengeteg modern agyahajó, stb. De ezek már nem olyan értékesek, mert könnyű célpontok. Tehát Kínának, vagyis az Egyesült Államoknak, mint világhegemonnak, az ereje, ez bármennyire is ő a világ legerősebb országa, ez gyöngülő fázisba indult, gyöngülő szakaszba került. És a világuralmat gyakorló, és az
Amerikát is kézben tartó 1% elitje az agyröztjeivel. Ezért úgy döntött, hogy nem fogadja el, hogy veszítsen, és felveszi a küzdelmet. És a küzdelemhez szükség van Kína leállítására. De Kínát gazdaságilag egyelőre nem tudta leállítani. Most is a Ursula, tehát Leiden, Ursula von Leiden, az most is, most van, Xi Jinpinggel most tárgyalt tegnap. Amiben ugye az volt, hogyha Kína támogatja Oroszországot kereskedelmileg, meg esetleg fegyvert szállít, stb., akkor az Európai Unió, ez az amerikai gyarmat, az nem fog, Amerikát utánozva nem fog vele ilyen meg ilyen formában kereskedni, tehát az kínai ipar is óriási csapásokat fog szenvedni, mert rengeteg gyár nem fog tudni működni, tönkre fog menni. Ezért van most, fenyegetni ment a, persze megbízták. És ugye Ursuláról már tudjuk, hogy kiderült, hogy ki tudja, mennyit vett fel a Covid járvány alatt. Hát ezt most már tudjuk. Az összeget nem mondták még eddig meg, de biztos, hogy nem néhány forint volt. Tehát egy olyan európai politikus, aki meg van vásárolva. Mert úgy is működik ez a rendszer, a világ feletti hatalom, hogy még itt, mert hosszú távra tervez, vannak hosszú távú agytröztjei. Például Európában időben beépültek például az egyetemekre. És az egyetemeken olyan módon manipulálták az oktatókat, stb., hogy szinte hihetetlen, hogy szinte majdnem egyszerre hűlt meg az összes egyetemi tanár. És kezd teljesen értéktelen dolgokat tanítani ezzel a LMBTQ doktorátusok. Mit érnek? Semmit. Mikor Kínának egyedül van 100 millió mérnöke. 100 millió mérnöke van. Csak mérnök. Úgyhogy, tehát ilyen értelemben a civilizációk közti küzdelem az nagyon kiélezett lett, és úgy döntött a hegemon hatalom, hogy ha kell, katonailag is felveszi a versenyt Kínával, nem csak gazdaságilag. Ezt eldöntötték. És kezdik Oroszországgal. Oroszországot belerántják ebbe a... Na most el kellene mondani az ukrajnai történetet, hogy nem az oroszok. Teljesen úgy látszik, hogy az oroszok kezdték a háborút, de ez egy ugyanúgy hazug dolog, mint hogyha azt mondanám, hogy tulajdonképpen a nap forog a föld körül. Hát nem azt látom. Nap föl kell, fölmegy, lemegy. Hát ezt látom. Azt látom, hogy az oroszok csinálták. Nem. Az Amerikát is irányító, és most már megnevezem a nevüket, eddig még nem mondtam meg, mert eddig mindig azt mondtam, hogy az 1% elitjének a agytröztjei. De ezek a straussisták. Na most a straussisták, ezekről megint Magyarországról
senki nem beszél, mikor ezek irányítják most a világot, most. És senki nem beszél róluk. Hát kik ezek a straussisták? Hát ez a straussisták egy hármas szövetség. Benne vannak a revizionista cionisták, akik különböznek a cionistáktól, erről se beszélnek. Benne vannak a neokonzervatívok, akik korábban trockisták voltak, de hát az egyik napról a másikra a permanens forradalom helyett a permanens demokrácia terjesztésére tértek át, de ugyanan erőszakkal. Ahogy a forradalomnak is gyilkoltak, a demokrácia terjesztésnél is gyilkolnak, hogy megöllek, ha nem fogadod el a demokráciát. Szóval ez a másik csoport, a neokonzervatívok, és a harmadik pedig egy Leo Strauss nevű, innen van az elnevezés, egy Leo Strauss nevű német zsidó származású filozófus a frankfurti iskolához tartozott, aki 1937-ben elment Chicagóba, ott a Chicagói Egyetemen lett a filozófia oktatója, egyébként Niccolò Machiavellinek volt a szakértője. Ez is mond valamit annak, aki tudja, hogy Niccolò Machiavelli mit tanít. Na most, ez a Strauss is, ő a diákjai közül kiválasztott mintegy 100, majdnem 100 olyan diákot, akiket külön a lakásán foglalkozott velük évekig. És ezek voltak azok, akik például kidolgozták a szeptember 11-ét. Ezt ők dolgozták ki, és ők csinálták meg, a straussisták. Ez volt a diplomamunkájuk. Tehát így van, ez volt a diplomamunkájuk. És most volt, szóval ezek hárman léptek szövetségbe. Na most ahhoz, hogy Oroszországot belerángatsák a háborúba, ahhoz az is egy hosszú távú terv volt, és ahhoz felneveltek úgynevezett integrációs nacionalistákat Ukrajnába, akik származtak azokból a peltyulistákból, meg domcovokból, szóval akik mindig is próbálkoztak, mint ukrán nacionalisták, egy külön ukrán államot létrehozni, ez nem sikerült nekik. Mert a mostani ukrán állam, ami van, az egy szedett-vedett állam. Összeraktak össze nem tartozó dolgokat. Galícia az lengyel, Bukovina meg inkább román. És akkor a déli részek, Odessa, meg Krím, ez mind orosz, meg a keleti rész is, végig orosz. Szóval, és még nem említettem Kárpátalját. Hát az mikor volt ukrán? Mikor volt ennek a nem létező államnak a része? Jó, gyorsan, jó, ám már tényleg csak pár perc van. Nézem az órát, igen. Tehát sikerült a straussistáknak, akik ma az Egyesült Államokat irányítják, a Joe Biden mindig straussista volt, és amikor ő még alelnöki pályázó volt, akkor mondta, hogy you don't have to be a Jew to be a Zionist. Lefordítom.
Neked nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy cionista legyél. Mert én cionista vagyok. Ő nem zsidó, de cionista. Méghozzá revizionista cionista. Most mondok egy pár revizionist, tehát mondok egy pár straussistát. Hát straussista például a Blinken, aki most külügyminiszter, Antony Blinken. Aztán straussista a helyettese, a hölgy, akinek Victoria Nuland. Ugye ő Victoria Nulandról van az a, hát én csak most nem fogom lefordítani, de angol megmondom, én csak úgy jövön, úgy hívom itt őt, hogy Victoria Nuland, fuck the EU lady. Ugyanis ő mondta ezt, és lehallgatták, dokumentálva van. Föltették az internetre, én megleszettem. Úgyhogy, jó. Aztán rengeteg straussista van a CIA-ba. Mert a háttérhatalom, vagy államok feletti hatalom, amelynek a gyökerei le lehet vezetni 3500 évesek, ez a hatalom, ez létrehozta, kitalálta, hogy legyenek titkos államon belül államok, ezek ilyen, mint a CIA, tehát az ilyen-olyan hírszerző, mert hiszen a CIA már nem egyszerűen hírszerző, hanem mindenes. Olyan, mint egy második állam, csak titokban. Csak titokban csinál, mert minden állam titok, amit ő csinál, de ugyanazt csinálja, mint az állam. Csak titokban. És ezt leutánozták a kollektív nyugatnak az országai. Bizonyos fokig, mivel mi a legyarmatosított Európának az részévé váltunk, lényegében ez a világrendszer bizonyos fokig tükröződik itt is. És most nagyon gyorsan, már most már tényleg be kell fejezni, hogy azért meg kell mondani, hogy egyedül Európában egyedül a magyar kormány részéről, miniszterelnök részéről, külügyminiszter részéről, köztársasági elnök szólal meg Európa igazi hangja, ahol az európai érdekek, szükségletek és értékek védelme szólal meg. Csak az a baj, hogy ez az ország hiába van például, mert kijelentem, hogy egy nemzetközi mércével is versenyben lévő, egyedülálló politikai vezetése van, egy megfelelő vezetővel. De ez nem tud előn érvényesülni, mert kicsi az ország, és rengeteg formába függ. Ha egy nagy országnak lenne a vezetése ilyen, annak jó, például Németországé, egész más lenne a helyzet. Úgyhogy ilyen nemzetközi helyzetben mit tehet a magyarság? Mit tehetünk? Hát én megmondom, hogy mit tehetünk. Reménykedhetünk.
ennyi. Na, miben reménykedhetünk? Hát reménykedhetünk abba, hogy mire a történelemben minden mozgásban van, és ezért semmi se örök, hát ebben reménykedhetünk. Aztán reménykedhetünk abban is, hogy hát a reménytelenek kedvéért adatott meg számunkra a remény, nem? Abba is reménykedhetünk. És reménykedhetünk abban is, amiről már végképp nem tudok beszélni, egy külön előadás lenne, hogyha visszatérnénk Jézushoz, miért? Ezt még hagyd mondjam el 5 perc. Jézus. Hát megpróbálom tényleg nagyon röviden elmondani, hogy miért kell Jézushoz visszatérni. De most már itt megelőlegezzük, hogy a János ezt az előadását körülbelül 2 hónap múlva, vagy itt, vagy hasonló körülmények között, de folytatni fogja. Jó? Jó, jó. Szóval Jézussal akarom befejezni. Akár vallásos valaki, tehát akár ateista, akár agnosztikus, akár vallásos, akármi. Az, amivel Jézus megkezdte az ő küldetését, és amelyért meg kellett halnia ezen a napon, a main, az volt, hogy a már az ő idejében megszűnt jubileumi éveket vissza kell állítani, és azt mondta, ki is írtam a Bibliából, hogy azt mondta, hogy szó szerint felolvasom. Ez ugye Lukács evangélium 4. fejezetnek a 18. versét olvasom. Mikor ez akkor van, amikor Kápernaumból visszatér Názáretbe, a szülővárosába, és ott elmegy a zsinagógába, és bejelenti, hogy megkezdi az ő lényegében küldetését. És akkor többek között ezt mondja. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak, azok, akik tartozás miatt lényegében pénz rabszolgák lettek, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok személynek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Itt ebbe a, tulajdonképpen ebbe a versben van az is, ami aztán közhely, illetve hát közmondás lett, hogy tulajdonképpen senki sem proféta a saját hazájába, ő mondta ekkor, mert ugye őt Kápernaumba megpróbálták lejáratni. Ugye Kápernaum az a galileai tónál van, most is ott van, és most annak a legnagyobb városa. És ott ugye azzal megkísértették, hogy ha orvos vagy, hát akkor gyógyítsd meg magadat. Meg ilyen módon közelítették őt. De, és most mondom a lényeget, egy mondat, azért jöttem, hogy hirdessem az Úrnak a kedves esztendejét.
Na és ez mi? Ez a jubileum év. Vagyis ő azt akarta, hogy vissza kell állítani, mi a jubileum év? 7x7 év, amikor is mindenkinek minden adósságát el kellett engedni, az államnak is. Tehát ha valakinek adótartozása volt, vagy más módon tartozott a királynak, azt is el kellett. De el kellett engedni minden személyes adósságot, és minden vagyont vissza kellett adni, a lakásokat, a házakat, vissza kellett adni a bárányáját. Szóval mindent vissza kellett adni, ez volt a jubileum, de amikor Jézus jött, már nem volt jubileum év. Mert ugyanis az akkori pénzoligarja, akkor úgy hívták őket, hogy a farizeusok, akkor ezt már semmilyen körülmények között nem akarták megengedni. És Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy én ezt visszahozom. Na most, hogy függ ez össze a mai helyzettel? Ha ezt a Jézusi elgondolást, hogy mindenkinek az adósságát, nem csak egy Magyarország szintjén, de világszinten rendezni kellene, mondjuk így, hogy rendezni kellene, nagyrészt elengedni, akkor minden háborús veszély megszűnne. De ezt azért nem lehet végrehajtani, mert valójában a két civilizációban két erkölcsi világrend is ütközik. És ha tovább megyünk, hogy mi az a két erkölcsi világrend, akkor látjuk, hogy az a jó és a gonosz. És a jó az mindig vesztesre áll. Miért? Mert neki vannak erkölcsi korlátai. A gonosznak meg nincsenek. Nevezzék azt ördögnek, Lucifernek, akárkinek, annak erkölcsi gátlásai nincsenek. És akinek nincsenek erkölcsi és semmilyen gátlásai, és mindent az erőhöz függ, tehát mindent megtehetek, amihez van erőm, és a másik, amelyik azt mondja, hogy nem, mert ilyen és ilyen szabályokat be kell tartani, ez olyan birkozás, mint amikor egy görög-római kötött fogású birkozó birkozik egy szabad fogásúval. Na, ki fog győzni? Ezzel elmondtam, hogy mit tehet a magyarság. Reménykedhet. De azért, hogy annak a reménykedésnek haszna legyen, mindent meg kell tennie azért, hogy a nemzeti hatalom, tehát nemzeti kormányzata legyen, amelyik igenis törődik ennek a népnek az alapvető szükségleteivel, érdekeivel és értékeivel. Erre mindig törekednie kell. És ez a legtöbb, amit most ma megtehetünk. Na, köszönöm szépen. Hát a felét sem mondtam el. Nagyon szépen köszönjük, János, és itt a nyílt színen ígéretet teszek rá, hogy lehetőséget biztosítsunk, hogy a folytatást is elmond. Sőt, azt hiszem, hogy a jelenlévők nevében, mindannyiunk nevében kívánjunk neked nagyon jó egészséget, és kérjük tőled, hogy még legalább 10-20 évig tanítsál bennünket, és legyen erőd, energiád arra, hogy ilyen találkozókra járj, gyere. Köszönjük szépen!